volt ez az izgalom. Egy gyors egészségügyi alkalmassági vizsgálat, és már ülhettek is be a véradók az előkészített székekbe. Már a kezdéskor is sorban álltak az emberek, olyan sokan akartak Gereben Líviának segíteni. A nagyobbik lányom ismeri, akinek szervezték az irányított véradást, és ezért úgy gondoltam, hogy csak így tudok segíteni, sehogy máshogy. Az úgynevezett irányított véradás azt jelenti, hogy a véradók kifejezetten névre szólóan egy konkrét személynek ajánlanak fel vért. Ehhez a véradás előtt meg kell adni a segítségre szoruló beteg nevét, személyes adatait és azt, hogy melyik kórházban kezelik. A mostani véradók közül sokan azért jöttek el, mert imádják, hogy Gereben Lívia pályán játszik. Évtizedek óta szekszárdi szurkoló vagyok, és imádjuk a kosárlabdát, és azt a Lívinek mindig drukkoltunk, mert egy nagyon ügyes, fejlődő, képes, okos, szép kislány, és nagyon mellbevágott a hír, és nyilván az ember ott segít, ahol tud. A 19 éves Gereben Líviánál május elején diagnosztizáltak leukémiát, akkor azonnal meg is kezdték a kezelését Budapesten, azóta is abban a kórházban segíti a gyógyulását egy orvosi csapat. A leukémia ellen a kemoterápia az egyik leghatékonyabb gyógymód. Lívia is ezt kapja, emiatt viszont folyamatosan friss vérre van szüksége a szervezetének. Azok a gyógyszerek, amiket ők kapnak, az a csontvelőnek a működését nagy mértékben gátolja, ezért a vérsejtek nem termelődnek megfelelően, ezért folyamatosan pótlásra szorulnak. Ez azt jelenti, hogy a leukémiás betegek kezelésük hónapjai alatt heti vagy napi rendszerességgel vérkészítményekre szorulnak. A leukémia kezelésében az őssejt átültetés is gyakori gyógymódnak számít, ehhez viszont hihetetlen nehéz megfelelő donort találni. A vérellátó szolgálat orvosa szerint ezért, aki vért ad, érdemes megfontolnia, hogy az őssejtjeiből is ajánljon fel. A jelentkezésről lehet tájékozódni az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján, illetve a vérellátók orvosai is szívesen adnak tájékoztatást. A jelentkezés feltétele a 45 év alatti életkor és egy 56 napon belüli véradás. Az atomerőmű KSC stábja egyébként azt tervezi, hogy a jövőben rendszeresen szerveznek majd Gereben Líviát segítő irányított véradásokat.